Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Nagyvárad térről. Ezt most hétfőn adták át, tehát 22-én. És ugye most 26-án pénteken veszem fel ezt a videót, hát most sikerült ide eljussak. És ismét a teljes vonalon jár a 3-as metró. Hát egy évek 5,5 év alatt sikerült ideig eljutni, és itt van a elkészült Nagyvárad téri megálló. Ezt nyitották meg most hétfőn, illetve a másik az a Lehel tér. Oda is el fogok menni, és azt is levideózom. Nézlek a falon ezeket a mintákat, és én mondjuk éppen jön be egy szerelvény, akkor megmutatom a másik oldalt, ugyanolyanok. Ez olyan, mint hogyha két kéz megfogna, mondjuk egy hamburgert, vagy nem tudom mi akarna ez lenni, de minden esetre érdekes. Hát, már biztos többen videóztak innen, és biztos valaki utána is nézett annak, hogy ez milyen ábra lehet, hát én most nem, én csak kijöttem ide videózni. Mert én majd fölmegyek és a felső placot is megnézem. Hirdető tábláknak a helye, szokás szerint. A szokásos dizájnos tájékoztató tábla. Ez ugye egyen minden állomáson. Vannak az új liftek, de így lett akadálymentes. És nem végig adták át, hát még működik is. Yeah. A felszínre ezzel nem lehet fölmenni, csak ide a mínusz egyre. Itt szintén egy aluljáróban megy ki a... És itt vannak az új világítótestek, na azt megnézzük, és... Ezen a helyen régebben ilyen korabeli fényképek voltak. Hát ezt úgy látom nem tették vissza, mondjuk ezt többen videózták már, hogy ez nincs itt. Hát mondjuk ezt azért sajnálom, mert ez még azért befélt volna szerintem. És akkor ami még ugye látható, hogy mozgó lépcsőt se építettek, mert igazából ez a szintkülönbség ez nem is indokolt. A kíváncsi vagyok, hogy a Lehel téren lesz-e. Ugye ott már az átadáskor 1981-ben is volt, aki megjegyezte, hogy miért nincs mozgó lépcső. Pedig hát azért sok azért különbség ott sincs, van magasság. És ezt nézzétek, itt is van valami pixel grafika. De tényleg ez úgy néz ki, mint régen ezek az eszki rajzok, illetve ezek a régi pixel rajzok. De nagyon jól néz ki, és itt vannak ezek a lámpák, majd megnézzük. És ennek meg van egy ilyen moszkvai metró feelingje, mert szerintem inkább alul nézetből, de meg fogom azt is mutatni. És akkor kicsit közelebbről a világítódásra, és akkor itt lelátás a peronra. Hát itt van alattunk a peron, ahol jönnek a szerelvények, és itt vannak ezek az új világítótestek. És ezek a kőpadok is ismerések lehetnek. Több állomáson is van hasonló. És errefele tovább, na, elnézünk a másik irányba is, de ott már a kijárat van. De most ki az aluljáróba nem megyek, mert akkor nem tudnék a vonaljeggyel visszajönni. És akkor itt már látszik a tájékoztató kijelző is. Meg ott is van egy ilyen pixel rajz. Na itt a pixel rajz közelebbről. És akkor a visszatekintés a bejáratról. És igen, metrófelújítás befejeződött. És ezek az új lámpák, ez nem semmi. Ennek van egy ilyen kis ilyen moszkvai metró feelingje. Azt nézzétek. És van belőle 4 is. Ez viszont nagyon ötletes. És hát látjátok, egy szerelvény megint beérkezett, de én már másik irányon megyek a Lehel tér felé. Úgyhogy szépen megvárom a következő szerelvényt, és irány a Lehel tér, és arról is csinálok egy önkörbetekintő videót. Viszont hallós, az én dizájn nem is annyira, viszont, de ez a kiírás, ez igen. Ez legalább egyedi. Hát a peronról ott túl sokat nem lehet elmondani. Kérjük, hogy szabadul a biztonsági sávot. Köszönjük. Másik oldal. Ugye ez egy középállomás, de már ez egy kérekbe lévő. Ugye mindjárt megnézem, van-e mozgó lépcső, vagy lift. Bár lift az biztos van, mert minden megáll akadálymentes, tehát közben jön egy szerelvény. Erről a kiárat felől nincsen akadálymentesítés, sima lépcső, de, és igen, mozgó lépcsőt se raktak ki. De szerintem ilyen kis magasságú nem is indokolt. Na, közben megérkezett a másik szerelvény,
Igen, most csúcsidő van. Ilyenkor azért sűrűbben jönnek. Sablonutas tájékoztatás itt is megvan. És akkor itt van a... Szintén feljöttünk a lépcsőn. És itt van a metró lejárat. Ez a Dózsa György út felőli kijárat. Itt a másik, itt két lift van ide beépítve. Akkor most nem lifttel megyek föl, mert most vitték el. Sárga színű álmennyezet került. És akkor azt nézzük, itt lehet a lifthez eljutni. Egyébként régen itt az egész átjárható volt, ahogy már emlékszem. Hát most már ott le van zárva a másik irányból. Aha, és itt van a liftnek a kiállata. És az egyik lift. És itt van a másik lift. Az akadálymentesítést így oldották meg, ezzel a két lifttel lehet lejutni a felolva. És talafele van a már meglévő lépcsős kijárat. Ugye, mozgó lépcsőt nem építettek. És a gyalogos lejárat a felolva felújítva. És ezt meghagyták, ezt a ivókutat. És ez még a régi álmáson megvolt, sőt, régi lehet élemás, valahol itt volt egy mégséges egy időben. Azt hiszem a kontrollt is ott veszik fel, az egyik elemet épít, ahol kicsi belehalszik a spagettibe. Én is emlékszem arra a mégségre, amíg itt nem volt az állomás területén. Közben elhúzott a gondol, és majd a következővel kell majd menjek. Hát, tudom, hogy nekem annyira ez a lehet élet nem tetszik. De az biztos, hogy sokkal jobb, mint volt. Mondjuk az nem volt nehéz ott a régi ilyen hordkoz, depis, ha hangulatú állomások helyett csinálni valami jobbat. Hát és akkor nagyjából ez a videó az ennyi is lett volna. A két frissen átadott állomást megnéztük, és lehet örülni végre. Elkészült teljesen a metró felújítás, teljes vonalon járt a metró minden. Egész nap, hétköznap, hétvégén mindig, és minden állomás készen van. Ennyi, megvárom a következő szerelvényt, aztán irány vissza. Úgyhogy sziasztok, ennyi volt.